Sziasztok, srácok! Mint bizonyára hallottatok róla, tegnap egy kicsit megélénkült a szél itt az országban. Gondoltam, én itt a környékre lemegyek és megnézem, hogy milyen pusztításokat végzett ez a vihar. Hát volt meglepetés. Nézzétek csak! Még egy kicsit szemerkél. Igen. Jó az idő. Ez a parkoló. Először azt hittem, hogy megint valami filmet forgatnak az amerikaiak itthon. Nagyon nyomatták a szélgépet meg a vízágyút. Itt csak egy dolog miatt nem kellett aggódnom. Belelépek egy égő cigaretta csíkbe. Igen. Szuper az idő, jó a hangulat. Ennyire is volt belőle. Elmegyek, még körülnézek itt a környéken, milyen állapotok uralkodnak így a vihar után. Elég durva. Nem bírtam az ablakot kinyitni, mert betépte volna a húzat. Szerintem kurva nem látszik, de ott lóg egy villanyvezeték. Tényleg kurva nem látszik, pont a másik irányba néz a kamera. Valószínűleg kitört a villanyoszlop. Na jó, így se látszik. Itt már egészen jól látszik, hogy mi a helyzet. Az is látszik, hogy ezt a látszikszót szeretem használni. Azért oda kell figyelni, hogy hova lép az ember. És jön a folytatás. Remélem mostában nem akar erre felé sétálgatni senki. Gondoltam, szép nézek, hát a pont a bosszúállókat forgatják, és összefuthatok Hulkkal. Ő a kedvencem. Van ott még, ahonnan ez jut. Úgy látom, hogy nem csak ez az egyetlen egy villanyoszlop volt, ami kitört. Tessék itt a következő. Igen, tutira Hulk járt itt. De hova tűntek a statiszták? Á, ott van egy. Nehogy megrázom valakit az áram. Elképesztő. Nem bírt elszakadni. Nincs mint csodálkozni. Superman se tudná Hulkot megállítani. Nemhogy néhány magyar betonvillanyoszlop, amiből kilopták a melósok a cementet. Úgy látom, vitt magával ez minden. Rendszerint úgy szokott lenni. Itt a következő oszlop. Egész utcában ez lesz. Na jó, nem ért véget a sor. Itt a következő jelentkező. Itt akarsz? Ez még egész jól tartja magát. Nem néz ki túl jól. Mondjuk én sem, de nem gondoltam volna, amikor elindultam otthonról, hogy szerepelni fogok az Avengers 3-ban. Úgy látom, sikerült lokalizálni a hiba okát. Igen, ő lesz az. Nem. Összes vezetéket, meg az összes villanyoszlopot magával. Szerintem akkor is Hulk volt. Nem is merek közelebb menni, nem jobb bosszan az áram. Még azt a kaput is kicsinálta ott hátul. De meg biztos bekopogott, hogy kérjen egy kis pálinkát. Hogy nem ez alatt a fal alatt vártam, hogy elálljon az eső. Mondjuk ez tök máskor volt, de gondoltam bevágom, mert drámai hatást vált ki a nézőkből, és sokkal félelmetesebb lesz tőle a videó. Ja, meg a srác fizetett 500 forintot, hogy szerepelhessen benne. Csatozni, ez a szar. Végül csak sikerült bejutnom így 2 óra múlva. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, ha nem tetszett, iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!